Gyülekezet, tisztelt vendégek, délelőtt Isten tiszteletünk megkezdésére énekelni fogjuk a 279-es számú éneket. Thank you.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük szépen, hogy egy erős vár vagy. Köszönjük szépen, hogy te őrzöl minket, és köszönjük, hogy hatalmad van sátán felett. Szeretnénk, hogy te uraljad a mi életünket, át szeretnénk adni magunkat. És kérjük szépen, hogy a szent lelkeddel töltsél be most. Kérjük szépen, legyél szószólóval is. Segíts, hogy a Bibliából tisztán prédikáljon, és hogy mi megértsük. Amen. És kérjük, te távolíts el bármilyen gondot, aggodalmat, szomorúságot, hogy tudjunk odafigyelni, és választ kapjunk a kérdéseinkre, bátorítást kapjunk. És te add meg azt, amire szükségünk van ebből az ige hirdetésből. Tudjuk, hogy csak a te lelked tudja ezt megtenni, úgyhogy újból szeretnénk kérni, hogy legyél jelen a lelkeden keresztül. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Musza a kormánynak dolgozott, a felesége pedig tanárnő volt, ám néhány hete nem kapott fizetést. Felesége épp egy kisfiút szült, és Musza szeretett volna hálaajándékot bemutatni Istennek szombaton. De csupán néhány apró pénze volt már. Ezt az apró pénzt odaadta gyerekeinek adakozásgyanánt, de nagyon szomorú volt, mivel nem volt hálaadománya a jóisten számára. Az egyik diakónus finoman megveregette a vállát, és ezt mondta: van kinn egy férfi, aki szeretne látni téged. Musza követte a diakónust, és kiment, ahol felismerte a rávárakozó férfit. De miért jött a gyülekezetbe? Nem volt adventista. Musza köszöntötte, és tettek együtt néhány lépést, majd a férfi előhúzott néhány bankjegyet, és Muszának adta, aki nagyon meglepődött. Nem felejtettem el, hogy pénzzel tartoztam neked, mondta a férfi. Musza viszont elfelejtette. Megköszönte neki, majd visszasietett a gyülekezetbe. A kapott pénzből Musza kiszámolta a tizedet, majd néhány bankjegyet odaadott hálaadományként. Ezután a dolgok könnyebbé váltak, de Musza soha nem felejti el, hogy Isten pontos időben küldte azt az ajándékot. Az ajándékozás mindig áldást jelent. Ima. Atyánk, soha nem szűnsz meg meglepni bennünket. Áld meg az elhozott tizedet, az adományainkat és a célt, amire felhasználják azokat. A mai gyűjtés a helyi gyülekezet költségvetését szolgálja. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked a te ajándékaidért, amikkel megáldasz bennünket nap mint nap. Szeretnénk hálát mondani az anyagi javakért. Köszönjük, hogy te megáldasz bennünket munkalehetőséggel. Köszönjük azt, hogy te
mindig velünk vagy és vezetsz bennünket. Te segíts, hogy mi se felejtsük el azt, hogy te pontos időben küldöd az ajándékokat. Áld meg az ideelhozott részt, agyat, hogy a rendeltetési helyére jusson. Áld meg az otomaradt részt, agyat, hogy bölcsen, okosan és a te tiszteletedre tudjuk felhasználni. Legyél velünk a szombatnap további részében. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök minden egyes jelenlévőt az Úr Jézus nevében. És nagyon örvendek, és hálát adok az isteni kegyelemnek, ennek az előjognak,
hogy együtt lehetünk. Együtt imádkozhatunk, együtt énekelhetünk, együtt olvashatjuk a Szentírást, az isteni beszédet, a kinyilatkoztatást. Együtt növekedhetünk, a hitben fejlődhetünk. Szeretném ma délelőtt, és nem csak ma délelőtt, hanem ameddig élek, és Isten kegyelmet ad, magasra emelni az igét. És erre hívlak és szólítalak fel benneteket is, hogy emeljük magasra, amilyen csak magasra lehet a Szentírást. Akkor, amikor a reformról beszélünk, és ma délelőtt erről fogunk beszélni, elsősorban a Szentírás magasra emeléséről beszélünk. Isten beszédét mindenkinek mindenkor bemutatni. Szerintem nem csak 500 év után kell beszélni a reformról, nem csak 500 évre rá kell megemlékezni a reformról, hanem az egyháznak minden egyes istentiszteleti szertartás alkalmából, minden egyes alkalom attán szüksége van a reformációra. Az egyházi reformáció, ha megfigyeljük, azzal indult, hogy elővették, komolyan vették az emberek a Szentírást. A reformátorok elévették a befalazott, a mellőzött, a feleslegesnek tekintett Szentírást, elővették és nagyon komolyan vették. Ezékiás, a Jósiás király idejében végbe ment reformációkat, vagy a babiloni fogság után Ezrást használta Isten egy hatalmas nagy lelki reformációra. Ezeket mind sorra vesszük ma reggel, és észrevesszük, hogy minden egyes reformmozgalmat az jellemezte, hogy egyszerűen az emberek elővették az elfelejtett, a félretett Szentírást. Hiszem azt, hogy az életedben van egy ilyen vágy, hogy megreformálódjon a lelki életed, a családi életed, az anyagi életed, a közösségi életed. Más tanácsom nincs, és ezzel maradjál meg. Emeld magasra az életed minden egyes területén a Szentírást. Emeld magasra a Bibliát. Hogy van az, ahol mint az este is mondottam, hogy 300 percet el lehet időzni online-ban, vagy 40 percet Facebookon, hogy van az? És csak 13 percet lehet olvasni. Hogy magyarázzuk ezt meg magunknak? És a 13 percből mennyi ideig emeled magasra? Mennyi ideig emeled magasra a Szentírást? 16. századi egyház reformáció azzal kezdődött, hogy újra előkerült, és mindennek a mércéjével vált a Szentírás, a Biblia. Az akkori reformátorok nagyon egyszerű kérdéseket tettek fel, de nagyon gyakorlatias kérdések voltak ezek. Írja ezt a Biblia, ez volt a reformátorok kérdése. Ha sok pénzt fizetsz, keveset égsz. Ha keveset fizetsz, többet égsz. Írja ezt a Biblia. Ez volt az egyszerű kérdés, a reformátoroknak a kérdése. Érdemszerző cselekedetek? Hol kapjátok ezt a Bibliába, kérdezte Luther. Krisztus az eukarisztián, az úrvacsorán még egyszer meghal, ismételt áldozata, hol kapjátok ezt a Bibliába? Mindig, de mindig a reformátorok ezt az egyszerű kérdést tették fel. Újra és újra ez a kérdés hangzott el. Mit tanít Isten igéje? Mert mindig a reformációnak ez a lényege. És minden egyes igehirdető vagy hallgató, minden egyes hívő ember ezt a kérdést fel kell tegye az életének minden egyes területén. Mit ír erről a Biblia? Rádöbbennek arra, hogy eltorzult sok minden a gondolkozásukban, a reformátorok. Eltorzult a gyakorlatuk, a mértékeik, és Isten igéhez vissza kell igazítani azokat. Mit mond például Isten igéje Istenről? Mit mond az Isten igéje az emberről, a bűnről, a misszióról, a bűnbocsánatról, a munkáról, a pénzről, a szerelemről, a politikáról? Mit mond Isten igéje?
Nem az, hogy mit mond a híradó. Nem az, hogy mit mond a közösségi média, a social média. Nem ez a lényeg. Mert ott beszélhetünk manipulációról. Eltorzult információkról. Hanem menjetek vissza, és tegyétek fel azt a kérdést, hogy mit mond erre Isten igéje. Nincs olyan élethelyzet, amire ne lenne válasz a Szentírásban. Hamarosan lefordítjuk ezt a könyvet. Ellen White Európában. 1885 között, 85 és 87 között 2 évig Ellen White Európában volt. És Willie White, a fia, Frumnak ír egy levelet az akkori generálkonferencia titkárának, és azt mondja az édesanyjáról. Ellen White gyorsan olvasott, és nagyon élénk emlékezettel rendelkezett. Szorgalmasan olvasta a 16. századi reformáció történetét. Zürichi látogatásunk idején anyával voltam, és jól emlékszem, mennyire megélénkültek gondolatai a katedrális és a piac tér láttán, melyeknek Zwingli korabeli állapotáról beszélt. 2 évig tartó bázeli látogatása idején sok olyan helyet meglátogatott, ahol különös jelentőségű események zajlottak a reformáció napjaiban. Ez emlékezetébe idézte az úr kinyilatkoztatásait, mely a reformáció történetével foglalkozó könyv adott fejezeteinek kibővítéséhez vezetett. Melyik ez a könyv, amelyik a reformációval foglalkozik? Tudjátok, mit csinált? Miután Európába járt, kibővítette a fejezeteket, amelyek a reformációval foglalkoztak. Mert megelevenültek. A látomás megelevenült. Újabb képek, újabb gondolatok. Kedvenc témaköre volt a reform. A Bibliában meg lehet figyelni, hogy Isten népe a hosszú babiloni fogság alatt egyszerűen elfelejtette a Bibliát. Ott nem volt szentírás, nem lehetett a tekercseket felolvasni, és úgy nőtt fel 2 nemzedék, hogy az idős hívőktől hallottak ezt meg amazt Isten igéjéből. És amikor Isten hazavezette a maradékot, akkor a nép szívében egy ilyen erőteljes vágy támadt az isteni ige után. Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt, és azt mondták az írás tudó Ezrásnak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvet, amelyet az Úr adott Izraelnek. Hozza elő. És emlékeztek, hogy mi történt akkor, amikor a Bibliát elkezdik olvasni. Mi a Biblia olvasásának a hatása? A magasra emelésre. Emelésének a hatása. Mi volt? Mit csinált a nép? Olyan szép, ajánlom házi olvasmányképpen 3 fejezetet. Olyan szép ez Nehémiás könyvében. 8. fejezet arról szól, hogy elkezdték olvasni az igét, és a nép elkezd sírni. Mert tudják, hogy nincs rendben életük. Tudják, hogy változásra van szükségük. Érzik azt, hogy reformra van szükség. A 9. fejezet egy megrendítő, bűnvalló imádság, ahol konkrétan elsorolja a nép, hogy miben vétkezett Isten ellen. A 10. fejezet pedig arról szól, hogy munkához láttak, és az életnek a különböző területeit megújították. Egy reform munka indult el, és szeretném, persze több reform mozgalmat lehetne kihangsúlyozni, de legalább 3-at fogok megemlíteni, hogy lássátok, hogy az életünk minden egyes területén szükségünk van reformra. Egy Nehémiás 3-as reformáról beszélek, az első pedig így hangzik, nem tudom, hányan még értenek egyet ezzel a szöveggel, nem fogom részletezni, mindenkinek a lelkiismeretére bízom, de én melegen tanácsolom azt, hogy nagyon komolyan vegyük ezt az igét. Nem adjuk leányainkat feleségül az ország egyéb lakóinak, sem az ő leányaikat nem vesszük feleségül fiainknak. Ennyi. Mert megtanulták, hogy mit jelent. Tapasztalatból beszélnek, és írják le. Ez volt az első terület, ahol én azt mondom, hogy radikális reform ment végbe. A családi élet. A családi élet. A második terület. Bizonyára emlékeztek, hogy szombaton is jöttek a kereskedők Jeruzsálembe. És emlékeztek arra, hogyha a zsidóknak volt kínálat, nagy volt az ajánlat, mit csináltak a zsidók? Ahelyett, hogy menjenek a templomba, hova mentek?
Hova? Mit mondtok? Piacra? A mólba mentek. Nem? Az volt az akkori mól. Nagy volt a konkurencia. Vallási életnek, vallásos életnek konkurenciája. Komoly konkurenciája volt. Menjünk hallgatni a tekercsekből, mit olvasnak, mit tanítanak, vagy menjünk vásárolni. És ezt nagyon jól észreveszi Nehémiás. És mit mond? Naplemente előtt mit csinálunk? Vallási életet megújítjuk. Naplemente előtt ide a legnagyobb lakatot, ami létezik. És bezárjuk. Bezárjuk a kapukat. Emlékeztek, mi volt a kereskedőknek a stratégiája? Ott álltak és leskelődtek. Egy hétig, két hétig azt mondták, hátha, ezek nem tértek meg komolyan. Hátha kinyitják a kapukat. Ott leskelődtek. Ameddig talán kezdett romlani az áru, becsomagoltak, és azt mondták, húzzunk el innen, komoly a dolog. Ezek az emberek megtértek. Ez volt a második reform, és erre szükség van. Az egyházi életben, a vallásos életben szükségünk van ilyen reformra. Nem csak 500 évre rá, hanem minden egyes szombaton, minden egyes nap meg kell újuljon a vallásos életünk. A harmadik reformja, ez az a kép, amire azt mondják, hogy antidepresszív. Igen. Nagyon sok betegséget meggyógyít egyesek számára. A hetedik évben bevetetlenül hagyjuk a földet, és elengedünk minden egyes tartozást. Kötelezőnek fogadtuk el, hogy évenként egyharmad sekelt adunk Istenünk házának a szolgálatára. Hát ez jól hangzana, főleg azoknak, akik hitelt írtak alá, nem? Minden hetedik évben bármelyik banknak tartozol, eltöröljük a tartozást. Jó lenne egy ilyen reforma is egyeseknek, nem? Aztán a reform nem csak a családi életet érintette az ige olvasása után, nem csak a vallásos életet, a lelki életet, hanem a pénztárcát. Megtanultak elengedni adósságokat, akinek több volt. Az elengedte a másiknak a tartozását. Megtanultak adakozni, tizetet adni. Mert a reform az érinti az anyagi világunkat is. Meg szeretnének kérdezni, hányan hoztok pénztárcát az imaházban? Fel a kezekkel, lássam úgy, hogy hú, nézzétek meg, hány pénztárca van itt. Ez jó. Egyesek nem szoknak hozni. Lássam, hányan nem hoznak pénztárcát. Nézzétek meg fele-fele körülbelül. Nem tudom, ezek mit csinálnak, hogyha nagyon jó a felhívás az adakozásra. És ha nincs itt a pénztárca, de... De miért kérdeztem? Miért kérdeztem a pénztárcát? Egy lelkész megkérdezte a szószékon, hogy hányanak van itt a pénztárcája. És jelentkeztek, és most arra kért a lelkész, hogy vegye elő mindenki a pénztárcáját. Mindenki elővette a zsebéből, a táskájába a pénztárcát, azt mondta, most nézzétek meg, mennyi pénz van ott. Mindenki jól megnézte a pénztárcáját, és arra kérek szépen mindenkit, hogy adja oda a mellette ülőnek a pénztárcáját. Odaadnátok? Hát imaházba vagyunk, nem? Még egyszer jól megnézték, mennyi pénz van benne, és mindenki átadta a pénztárcáját. És tudjátok, mit mondott a lelkész? Hol vannak a teremdiakonusok? Jöjjenek gyorsan, gyűjtsék be az adományokat. Hogy könnyebb? A saját pénztárcádból adni? Vagy a másikéből, kérdezte azután. Nincs olyan életterület, amire ne hatna ki a reform. És akkor, amikor a Bibliát olvasod, a pénztárcáddal másképpen bánsz. Egészen másképpen. Proféták és királyok reformáció című fejezet. A ma végrehajtó reformációs munkában szükség van Ezrásokra, szükség van Nehémiásokra, akik nem szépítgetik és nem mentegetik a bűnt, hanem bátran megvédik Isten méltóságát. Itt tulajdonképpen nem a te méltóságodról van szó, nem a te becsületedről van szó, hanem Isten méltóságáról van szó. Az forog kockán. Ilyen emberekre van szükség. Ha megfigyeljük a Jósiás reformját, Királyok második könyvében,
A szentély felújítása Izrael istentiszteletének fontos reformja volt, mivel nem csak az épület renoválását, felújítását kellett elvégezni, hanem a felújítás közben, mondjátok meg, mit találtak meg? A törvénykönyvet. Nincs olyan reform a zsidó élet, a zsidó vallásosságban. A zsidók életében nincs olyan reform, hogy ne kötődne, ne kapcsolódna hozzá a Szentíráshoz, a törvénykönyvhöz. Amiután elolvasták a törvénykönyvet, amiután király elolvasta a törvénykönyvet, mit csináltak? És mit seper ki az országból? Az összes bálványt. Nagy takarítást végzett. A legnagyobb bálványgyár. Azt tudjátok, hol van. Hol van a legnagyobb bálványgyár? Itt a zakóm alatt, bal oldalt. És az ingem alatt. Néha-néha hallom, hogy dobog, amikor nagyon nagy a csend. Ott van a legnagyobb bálványgyár. Ott gyártjuk ki a legtöbbet. Ott születik meg a legtöbb kívánság. Megláttam, megkívántam, megvettem vagy elvettem. Amikor a Szentírást olvasod, tanulmányozod, a bálványokat kisepered a szívedből. Minden idők legnagyobb reformátorát szeretném bemutatni, Jézus Krisztust. Mert közel van a zsidók húsvétje, felméne Jézus Jeruzsálembe. És ott talál a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait, és a pénzváltókat, amint ülnek vala. És kötélből ostor csinálvál, kiűzi mindannyiokat a templomból, az ökröket és a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kitölti, és az asztalokat pedig feldönti. És a galambárosoknak mondta, hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyámnak házát galmárság házává. Ajánlom mindenkinek, Jézus életéből olvassa el ezt a fejezetet, ami ezt a bibliai passzus kommentálja. Azt mondja Isten profétanője, hogy amikor Jézus Krisztus bement a templomba, egy dologra döbbent rá. A dolgok többet nem maradhatnak úgy. Szükség van mire? Változásra. Mert a reform mindig a változással kezdődik el, és erre még visszatérek. Az új bornak új tömlő kell. Az új ruhához új folt kell. Ő mindenestől újat hozott. Nem azt mondta, hogy bővíteni kellene a ceremóniát, a liturgiát, hanem teljesen újat. Nem azt mondta, színesíteni kell itt meg amott. Javítani kell. Nem. Teljesen újat. Íme újat cselekszem, most készül, ahogy nem tudjátok még. Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket. És néhány új vetülete. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket. És minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért. Immár paráználkodott azzal az ő szívében. Itt van az újdonság. A reformátornak az újdonsága, Krisztusnak az újdonsága. Amikor az indítékokra figyel, nem a külső cselekedetekre, hanem a belső forrás, ez volt az új. Senki sem szolgálhat két úrnak. Melyik az a két úr? Isten és? Nem sátán mammon. Ez az új. Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok. Ez az új. Mert mindenki aggodalmaskodott és aggodalmoskodik. És hozza az újat a reformátor. Két kedvenc szövegem, akkor mondanékik, adjátok meg azért, ami a császári a császárnak, és ami az isteni az istenek. Kinek? A császárnak, a korrupt rendszernek. Megadni becsületesen az adót. Hogy? Hogy mondhatsz ilyet? Ez az új. Szeress vele barátodat. Hogy? Magadat? Lehet nálatok másképpen van. Az este mondtam a fiataloknak. A hunornak és kincsőnek adok két egyforma cikk csokoládét. De milliméterre megnézem, hogy egyforma legyen. Mikor elveszik tőlem, tudjátok, mit néznek meg legelőször? Hogy a másiknak mekkora. Az azt jelenti, hogy úgy szeretik a másikat, mint saját magukat. Mi? Itt van a legnagyobb probléma. És ez az újítás, a reformátornak az újítása. Úgy szeresd a másikat, mint saját magadat.
Következő 10-15 percben beszeretném mutatni az összes reformkornak, amit felsoroltam. Jósiási reform, Nehémiási reform, még az 500 évvel ezelőtti reformációs mozgalomnak a közös jellegzetességeit. Mi az, amit meg lehet találni minden egyes reform mozgalomban? És miért fogom ezeket felsorolni? Azért, hogy tanuljunk belőle, és mi is megreformáljuk a hitéletünket. Mert lehet tanulni ezekből a közös tulajdonságokból. Az első, a változás szükségszerűségének a felismerése. Igen, felismerni azt, hogy egy adott pillanatban a családomban, a közösségben, a gyülekezetben, a pénztárcámban szükség van egy változásra. A válság önmagában nem elég a változáshoz, szükséges a közösséges alkotók vezetőinek a felismerése, tehát a vezetők felismerjék, hogy szükség van egy közösségben a változásra, és az akarat a változás végrehajtásához. Akkor köszön be a reformkor, hogyha a vezetők, itt hangsúlyozom azt, hogy a vezető, hogy a vezetők rádöbbennek arra, hogy itt szükség van egy változásra. Akkor, amikor a változásról beszélünk, mondjátok meg, ki kell megváltozzon. Tudjátok, miért hibás, ki a hibás mindig valamiért a gyülekezetben? Teremdiakonus, bizottság, lelkész, konferencia, unió, generálkonferencia. Mindenki hibás. Kivéve én. Kivéve én. Hol kezdődik meg a változás? Ha meg akarsz változni, ha komoly átalakulásról szeretnél keresztül menni, akkor ne másban keresd a hibát. Nem keresd saját magadban. Nézem az egyházunk statisztikáját. Annyira reménykedtem. Lehet veletek is megosztottam. 2000 és néhány helyen volt tartva egy évvel ezelőtt nyilvános sorozat evangelizáció. Annyira reménykedtünk, hogy 10 év után megváltozik a trend, növekvő egyház leszünk, és az első 3/4 évben ez történt. Ez történt. És néztem az utolsót, többet temettünk, mint a történelmünkben. 200 személlyel csökkent az egyház. 64.800-ról ott vagyunk 64.600-an. Az elmúlt évben, 2017-ben elveszítettünk egy 200 tagos gyülekezetet. Amikor az első hónapok azt mondták, na végre, növekedünk. És ilyenkor, mint egyház vezető, lehetetlen, hogy ne tedd fel azt a kérdést, hogy hol a gond. Nemrég jártam a vásárhelyi ágyülekezetben. Azt mondják, nem tudják megállítani. Valamikor 550-ről beszéltek. Most 320-ról beszélnek. Lehetetlen, hogy ne tedd fel azt a kérdést, hogy mit kell megváltoztatni. Apropó, ami itt történt a múlt héten, amit itt láttam az este, igen, van reménységem, hogy lehet változtatni. Lehet változtatni, erre még visszatérek. Hogy milyen fontos a változás? Meg szeretném kérdezni, hogy hányatoknak innen van jelenleg Nokia telefonjuk? Nokia telefon. Fel a kezekkel. Nokia telefon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nokia telefon. 7. Van valaki ott fenn még, látjátok? Nos, most nézzétek meg, mert más kérdésem van. Hányatoknak volt Nokia telefon? Fel a kezekkel. Nézzétek meg. Nézzétek csak meg ezt a termet. Tudjátok, mi a lényeg? Jaj, ott pillanatban az iOS operációs rendszer vezetői, felfedezői, és az androidosok elmentek, és bekopogtak a nokiásokhoz. Azt mondták, fiúk, van egy új operációs rendszer. Kell-e nektek? Átveszitek? Tudjátok, mit mondtak a nokiások? Mi? Akik nála teljes igazság van. Mi, akik
első helyen vagyunk. Egy Kolozsvárra is eljutottunk, egy évig Kolozsvár közelébe, egy évig nyitottunk gyárat, becsomagoltunk, és elmentünk. Tudjátok miért? Miért bukott meg a Nokia? Azért, mert nem döbbentek rá arra, hogy változik a világ. Itt nem elvek változtatásáról beszélek, hanem projektek megváltoztatásáról. Ez a közös. Ez volt az első közös tulajdonság a reformoknak. A második az a nagy célok és tervek. Az igazi reformkorokat nem célocskák, nem tervecskék, nem ötletek és a napi túlélést jelentő akciók jellemezték, hanem olyan világos, széleskörű, remény, perspektívát és jövőképet adó nagy feladatok, amelyek inspirálók és motiválóak voltak. Tömegeket mobilizáltak, és amelyek méltók voltak akár komoly személyes és közösségi áldozatok meghozatalára is. Nagy célok és nagy tervek. Ismeritek ezt az embert? Nem azt kérdezem, hogy szeretitek, csak azt kérdezem, hogyha ismeritek. Tudjátok, mit mondott ez az ember? Ha már egyszer gondolkodnod kell, akkor miért ne gondolkodnál nagyba? Egyeseknek még nehezére jön az is, hogy gondolkozzanak. De ha már gondolkozol, akkor ne kicsibe. Akkor ne kicsibe. Adjak egy magyar példát. Azon fáradozunk, hogy szeptember utolsó szombatján megszervezzük a magyar adventisták, romániai magyar adventisták kongresszusát. Hát persze kell egy terem. Innen indul el minden, nem? Kell nekünk egy terem, ahol összegyűlünk. Menjen férjenek be? 1000, 1500. Van-e egy olyan termünk, ahova befér 1500 ember? Nincs, mit csinálunk? Kihez menjek? Melyek a Jehova tanúkhoz, mert nekik van Tordán egy 3500 ülőhelyes. Mégsem megyek a Jehova tanúkhoz, hanem elmegyek a pünkösdiekhez. Nekik van Tordán 1500 ülőhelyes. Mégis aztán csak Kolozsvára jutottunk, és csak itt lesz megszervezve. Mert van itt kettő is, amely 1000 ülőhelyes, 1000-1200. Azért, mert valamikor az emberek nagyban gondolkoztak. Nem célocskák, tervecskék, jaj, hogy fizetjük ki a gázszámlát? Nem, hanem nagyban gondolkoztak. Gondolkozz nagyban, kezd el kicsiben, de kezd is el. Légy olyan, mint a postabélyek. Addig tapadj rá valamire, amíg célba érsz. Gondolkozz nagyban, kezd el kicsiben, de kezd is el. A reformkornak a harmadik közös tulajdonsága az az, hogy nincsenek hősök nélküli reformkorok. Minden jelentős társadalmi és közösségi változásnak voltak és lesznek meghatározó figurái. A Bibliát olvasva, a Bibliát tanulmányozva mindig észre lehet venni azt, hogy Isten mindig vezetőkön keresztül vezette a népet, mert egyszerűen így működik az ember. Most hol vannak a magyar kereszténységnek, a magyar adventizmusnak a kitűnő figurái? A vezető egyéniségei. Mert igen, lehet beszélni egy Moldován Vilmosról. Lehet beszélni, aki nagyban gondolkozott. Aki igazi vezető volt. Hogy mennyire nagyban gondolkozott? Hát azt el lehet menni, bárhova, meg lehet kérdezni, hogy a négyosztályos embereket megfogta, és megtanította őket héber nyelvre. Micsoda? Igen, megtanította őket héber nyelvre. Ennyire nagyban gondolkozott. Igen, azt mondta Vajdakamaráson, hogy a kerítést a héber ABC-ből fogjátok kikovácsolni vasból. Micsoda? Bosszánkodtak a tagok. Nekem ez kell. Mert így gondolkozott. Nagyban gondolkozott. Tudjátok, miért szeretik a Moldován Vilmos hitelveket? Nem cserélik le semmire? Mert ő azokat a hitelveket aközben írta, miközben tartotta a csoportokat. Olyan logikus felépítést adott neki. Nagyban gondolkozott. Másképpen gondolkozott. Vezess úgy, mint egy igazi vezető, mint maga az Úr Jézus Krisztus. Válasszál jól, fektess be időt, imádkozz gyakran, adj példát, légy odaszánt, bíz másokban és őszintén értékelj. Nagyon sajnálom a képminőségét. Minden vezetőnek, gyülekezet vezetőnek, tisztviselőnek szólok. A vezető helye ebben a posztmodern korban nem itt van. Nehogy valaki azt képzelje, hogy egy főnök.
erre allergiások. Főleg a Z generáció, vagy az X generáció allergiások. Hogyha a vezető azt próbálja mondani, hogy fogjuk és vigyétek. Erre allergiások az emberek. És jogosan. A vezetőnek a helye valahol itt van. Vagy itt, vagy úgy, mint a farkasoknál hátul, csak megfigyeli. Minden rendben van, biztonságban van. Segítek. Ez a vezető szerepe egy reformmozgalomban. Vezess úgy, mint Jézus. A vezető Istentől kapja az Istent tisztelő látását, amelyet megoszt másokkal. A vezető összegyűjt és szolgálatba állít embereket. Inspirálja és motiválja az embereket. Alapértékeket fektet le. Vannak kapcsolatai. Igen, előre látja a dolgokat. Nagyon tetszik ilyen téren például, van egy nagyon jó kiadó, adventista kiadó, az a spanyol kiadó, a Szafeliz. Előre gondolkozik, hogy mit fognak olvasni az emberek. 5-10 évvel előre. És azokat a könyveket meg is vásárolják az emberek. Mert ez a vezetőnek a szerepe. Hol látja a gyülekezetét megreformálva 5 év múlva? A karmesternek. Hol látja a kórust 5 év múlva? A negyedik közös tulajdonság az a közösség mobilizálódása, a közélet felpesdülése. A reformkorok társadalmi pezsgésből fakadnak, és társadalmi pezsgést hoznak. Klubok, társaságok, kis csoportok, műhelyek. Hány kis csoportja van az egyháznak most? Ennek a gyülekezetnek most? Nem kell választodni. Emlékeztek 90-es évekre, 91-re? Jelenések szemináriuma. Hány kis csoport működött? Felpesdült az élet lelkileg. Élt a közösség. Ez a reformkornak a jellegzetessége. Él a közösség. 5 perc elejéig hadd beszéljek még a termékeny vitákról. Óriási különbség van a destruktív és a konstruktív viták között. Remélem megbocsátok ezért a mondatért. De mi magyarok, mintha csak az előbbihez értenénk. Az olyan vitákhoz, amelyeknek a végén valaki győz, és a másik veszít. Mi magyarok olyan vitákat folytatunk, akinek a vita végén azt kérdezzük, hogy azt mondjuk, azt beszéljük, azt sugjuk egymásnak, na most megmondtam neki. Na most mindent. Szombatot, disznóhúst, hitáltali megigazítást. Mindent megmondtam neki. A bizottsági gyűlésekben talán ilyen viták vannak. Ki győz és ki veszít. Ha valóban megtanulnánk, hogy egymást tisztelve azért harcoljunk, hogy egy közös célt érjünk el, ez nagyon fontos lenne. Megtanulnánk azt, hogy nem az a lényeg, hogy ki győzött, hanem az a lényeg, hogy mindenki győzzön. Másképp nézne ki a hitéletünk. Ha vitákról van szó, termékeny vitákat folytassatok. Legyen az tanítói gyűlés, legyen az szombatiskolai csoport, legyen az bizottsági gyűlés. Az igazi reform akkor következik be, mikor azt kérdezed, hogy mit nyertünk az egészből. A 6. közös tulajdonsága a reformkoroknak az nyitás a világra. Nagyon sokan allergiások erre a szlogenre. Hogy nyissak én a világra? Mi az, hogy nyitni a világra? Nem eléggé nagy nyomással jön be a világ a gyülekezetbe, a közösségbe? Hogy nyissak a világra? Figyeljétek meg, mi történik például az adventista reformmozgalommal. Az a reformmozgalom, amely nem volt hajlandó nyitni a világ fele ajtókat. Eltűnik. Az új Jeruzsálemnek vannak alapkövei, vannak falai, és milyen vannak még? Kapui. Mire kapuk? Az egyháznak vannak falai, hogy elzárkozzon, igen. Nem engedjük be a világi befolyást. Mi másak vagyunk. A fal az elhatárol, az véd. De ne felejts el az adventista egyház, hogy vannak kapui.
amelyeket ki kell nyitni a világ felé. És ha ezeket nem nyitjuk el, nem nyitjuk meg, mert mi magyarok, magyar kereszténység nagyon zárkózott. Ennek részben kapcsolati, nyelvi okai vannak, részben történelmi és kegyességi okai vannak. Nyissátok a kapukat a világra. És ami itt történt a múlt héten, egy ilyen kapunyítás volt. Egy ilyen kapunyítás. De Szigeti Jenő szavaival élek. Máskülönben angolul nagyon divatos ez a kifejezés, hogy open mind. És nyitott eszed legyen. Nyitott fejed legyen jobban mondva. Nyitott látóköröd legyen. Szigeti Jenő azt mondja, hogy egyeseknek annyira nyitotta a fejük, hogy közben kiesik az eszük a helyéről. Erre való a fal. Közben essen ki az eszed a helyéről. Közben az elveket nem veszíted el. Fernando Canale egy nagyon jó könyvet írt, a szekuláris adventizmus. Azt mondja, hogy 1950-es, 60-as évektől errefele egy evangélikus adventisták lettünk. Inkább a kegyelmet hangsúlyozzuk, a standardokat minél alább hagyjuk, azt mondja. Tudjátok, mit felejt el az adventizmus? Elfelejti azt, azt mondja Fernando Canale, hogy a megigazulás után mi következik? A megszentelődés. És a megszentelődés miből áll? Pontosan a standardokból, a cselekedetekből áll. Hát egyesek így járnak el. Végletből másik végletbe, szélsőségből másik szélsőségben. Ellen White idézett. Nem szabad azonban abba végzetes tévedésbe esnünk, hogy azzal az indoklással, mi szerint a világ gonosz, elzárkózhatunk tőle. A keresztények egyrészt zarándokok és idegenek ezen a földön, akiknek hazájuk a mennyben van. Egy időben azonban a föld szói és a világ világosságai. Ami semmiképpen sem lehetséges, ha mint ellenségek elszigetelődünk. Hitünk valóságos próbaköve a világban és a világért végzett szolgálat. Arról a virágról van itten szó, amelyet Isten szeret, és amelyet Krisztusban egyszülött fiában megbékéltetett magával. Erről a világról van itten szó. Krisztus nagyon szeret, Isten nagyon szeret. Től a világtól nem kell elzárkoznunk. És az utolsó gondolat, ahol megállok, az a paradigmaváltás. A reformkor akkor bontakozik ki, az igazi reformkor, amikor egy hangsúlyos, középpontban lévő dologra, egy hangsúlyos dologra elkezdünk teljesen más szemszögből nézni. Amikor rácsodálkozunk arra, ami általában az órunk előtt van, és ez a szemléletváltás nem csupán intellektuális csodálkozás, hanem valódi váltás, paradigmaváltás, új hozzáálláshoz, új módszerekhez és cselekvéshez vezet. És ez a reformnak a legnehezebb pillanata, momentuma. Ide van szükség inspirációra, a Szentlélek beavatkozására, melyek azok az új módszerek, misszió módszerek, amivel ember közelbe tudunk lenni. Hihetetlen gyorsan változik a körülöttünk lévő világ. Fel nem fogjuk, hogy milyen gyorsan változik. Melyek azok az új módszerek? És nagyon sokszor a régi hagyományokról kötelezően le kell mondjunk. Képzeljük csak el, milyen paradigmaváltást hozott, amikor Ezékiás király felismerte, hogy Mózes részkígyója 900 évvel később már nem Isten szabadításának és munkájának az eszköze. Emlékeztek, mit csinált a részkígyóval? A szent hagyománnyal. Megfogta, és azt mondta, ez bálvány már. Megfogta, és összetörte. Ez a legnehezebb része a reformnak. Hogy egy régi szokást, ami olyan jól működött, nagyon jól emlékszem sorozatokra, ami 200 embert hozott, 170-180 vendéget, és most nézed, van 10-20 ember, és nem működik. Hogyan tudja megváltoztatni ezt a dolgot? Mikor jön ez a pillanat, amikor összetöröd ezt a régi hagyományt, azt mondod, muszáj változtassa. Befejezem Luther utolsó 10 évével, egy igazi reformátor. Ő maga írja, hogy legalább 4 helyen prédikál délutánonként és esténként. 2 ízben tartott egyetemi órákat reggel 6 órától fogva. Emellett egyre szaporodó traktátusait írta a legkülönböző kérdésekben. Az iszlámról, a törökökről, a zsidókról, a német parasztlázadásról, az istentiszteleti rend
megreformálásáról. Ez az ember dolgozott. Így néz ki a reformátor élete. Azzal kezdtem, hogy magasra emelni a Szentírást. Napjainkban az ökumenizmus útját egyengeti, a sokfelé darabolódott protestantizmus elgyengülése. Róma napjainkban veszi kézbe nem csak a kereszténység, hanem minden más vallás egyesítésének ügyét a gyakorlatban is. Vajon mit lehet tenni ilyen időkben? Ismét csak azt, amit Luther cselekedett. Magasra emelni az ígét, mint akik vele zászlót kaptunk az igazságért. És ígérem, drága testvéreim, hiszem, remélem, hogy ismét az ige fog elvégezni mindent. A helyén mondott, a tisztán megszólaltatott, a határozottan, a bátran képviselt bibliai beszéd. Ez fog hozni igazi reformot az életünkben. Isten áldja meg ezt az üzenetet, és hozzon egy igazi reformot mindannyiunk életében. Amen. Köszönni Balla Lórán lelkésznek a délelőtti igeszólást, és Isten gazdag áldását kívánjuk további munkájára. Egy kijelentés meg a gyülekezet figyelmébe. Megérkeztek a szombatiskolai tanulmányok, istentisztelet után a kiáratnál vehetjük át őket. Áldásos istentiszteletünk befejezésére énekelni fogjuk a 176-os számú éneket. Krisztus katonái, sorakozzatok!
Szerető Istenünk, hálával tartozunk te néked ezért a napért, ezért a találkozásért. És Szentlélek Isten, különleges hálával tartozunk te néked az igéért. Köszönjük a Szentírást, annak minden egyes szavát. És köszönjük szépen, Szentlélek Isten, hogy ma délelőtt megszólaltál és megszólítottál mindenkit. Arra kérünk téged, hogy azt a munkát, amit elkezdtél életünkben, azt te folytassad. És segítsél meg, hogy mindannyian megtisztulva Jézus vére által mind győzők kerüljünk ki a nagy csatából. Segítsél meg, Atyánk, hogy időt szánjunk a Biblia tanulmányozására. Különösképpen ilyen tekintetben áld meg a fiatalokat. És add, hogy ebben a modern világban meghallják a Szentléleknek a hangját, és ők is népeddel együtt emelje magasra az igét. És az ige tanulmányozása által hozzál mindenki életében valódi reformot. Újítsd meg hitéletünket, családi életünket, anyagi világunkat. Az életünk minden egyes területére hasson ki az ige. Ilyen tekintetben áld meg a missziót is. Adjál nekünk megfelelő módszereket, amelyeken keresztül ember közelbe tudjunk kerülni. Adjál olyan módszereket, amiben ne halványuljanak el az elvek, de megközelítsük a mostani társadalmat, a mostani világot. Keressük ezeket a módszereket, de úgy érezzük, hogy szükségünk van ihletésre, ezért Szentlélek Isten, segítsél meg, hogy magyar embereket tudjunk megközelíteni. Köszönjük a sorozatot, és köszönjük, hogy ifjakat küldtél el ide. Dolgozzál életükben. És add, hogy meglássák és felfedezzék, hogy ki vagy te. Add, hogy felfedezzék azt, hogy értékesek a szemeidben. Úr Jézus Krisztus, várjuk az eljöveteledet. De addig a küzdő egyházból tegyél te győztes egyházat. Alakítsd át ezt az egyházat győztes egyházzá. És add, hogy készen várjuk megjelenésedet. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat. És köszönjük, hogy megáldod életünket. A Jézus Krisztus érdeme által imádkoztunk. Amen. A seregek ura velünk van. Jákob Istene, ami várunk. Amen.